Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket nemzeti ünnepünkön, a Koronázás 1000 éve című Milánumi Nemzetközi Folkort Fesztivál gála műsorán. Felkérem Dancs László polgármester urat ünnepi köszöntőjének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy újabb rendezvényt fejezünk be ebben a ünnepi esztendőben, ebben a millenniumi esztendőben, amely Magyarországon többszörösen jelentős, mint az Európa és a világ más országaiban. Nekünk nem csak a kereszténység 2000. évét jelenti, nekünk nem csak egy kerek évszámot, egy új évezred előtti utolsó évet jelent, hanem a magyar államalapítás ezredik évfordulóját is jelenti ez az év. Ennek a rendezvénynek a címében a koronázás ezredik évfordulójára utalnak, ami egy rendkívül izgalmas és érdekes dolog. A koronázás, István király megkoronázása, a magyar államalapítás, a magyar állam kezdetét jelenti a történelmünkben. Sokszor eszembe jutott, hogy ez az ember, aki Vajk néven pogányként látta meg a világot, és később magyar történelem alapjai közül egyedül mind a katolikus, mind pedig a keleti keresztény vallások szentjei közé is felvétetett, tisztában volt-e azzal, hogy mit csinál? Tisztában volt-e azzal, hogy egy nép számára 1000 évet alapoz meg? Tisztában volt-e azzal, hogy a keleti lovas népek, amelyek erősebbek és nagyobbak voltak, mint a magyarság, és mind-mind elpusztultak addig, akik Európába tévedtek, közül a magyarság egyedül fog megmaradni, köszönhetően annak, amit István csinált. Valószínű, hogy tisztában lehetett a jelentőségével annak, amit tett, hiszen valami hihetetlen hittel és tűzzel végezte a dolgát. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember higgyen abban, amit csinál, elhiggye, hogy évtizedekre, évszázadokra, vagy akár 1000 évre is szólhat az, amit éppen tesz, amit megalapoz. A magyar nép nagyon különös hálát mutatott ez iránt, az uralkodó iránt, aki nyilván a saját korában nem lehetett népszerű, hiszen akkor nagyon sokan nem érthették, hogy mi miért történik. Ám mégis elgondolkodtató az, hogy ma, augusztus 20-án együtt ünnepeljük Szent István napját, és együtt ünnepeljük az új kenyér ünnepét. Az új kenyér ünnepét, amely az életet jelentette évszázadokon át a magyarságnak, főként a szegényebb rétegeknek. Ez, hogy Istvánt, a nagy királyt és az életet kapcsolták össze, azt jelzi, hogy a nép hálás szívvel emlékezett erre az uralkodóra. És azt gondolom, hogy az a szeretet, ami felé árad 1000 éven keresztül, ugyancsak ezt jelzi. És természetesen üzenete is van, örökké aktuális és érvényes üzenete is van Szent István tevékenységének. Többek között az, hogy mindig van közöttünk olyan, aki tudja a helyes utat, csak nagyon nehéz elhinni és hinni abban, hogy amit csinálunk, az hosszú évekre, évszázadokra szólhat és megalapozhat bennünket. Ezen az ünnepen néhány perc múlva egy idén alapított kitüntetést fogunk először átadni, a közművelődésért dolgozók kitüntetését, amit azért tettünk erre az időpontra, mert valahol ahhoz hasonlít, természetesen más dimenzióban és más nagyságrendekben, amit Szent István is csinál, a közért való tevékenységért, és úgy hiszem, hogy van helye a mai ünnepségen a közművelődésért dolgozók kitüntetésének. És tekintettel a hőmérsékletre és az önök tűrőképességére, én azzal szeretném zárni a köszöntőt és zárni a háromnapos rendezvényünket, hogy Szent István példája a hit mellett egy nagyon fontos dolgot, üzenetet közvetít nekünk, hogy úgy kell dolgoznunk, hogy az, amit csinálunk, az évszázadokat, évezredeket is kibírja. Van példa erre, ebben kell hinnünk,
és azt hiszem, hogy akkor az eredmények is jók lehet. Köszönjük szépen, most pedig következzék az imént említett kitüntetés átadása. Gyulaváros önkormányzata képviselőtestülete 164/1000-2000 V23-as számú határozatával Gyulaváros művelődéséért kitüntetést adományoz Varga Andrásnak, az Erkel Ferenc Művelődési Központ nyugalmazott igazgatójának, a Körös Tánc Együttes volt művészeti vezetőjének, Gyulavárosában kifejtett több évtizedes kiemelkedő közművelődési munkájáért, különös tekintettel a Körös Tánc Együttes tevékenységére. A díjat átadja Dancs László polgármester. Köszönjük szépen és gratulálunk! Gyulaváros önkormányzata képviselőtestülete 164/1000-2000 számú határozatával Gyulaváros művelődéséért kitüntetést adományoz a Körös Tánc Együttesnek. Fennállása 50. évfordulója alkalmából hosszú ideje kifejtett színvonalas művészeti tevékenységért. A díjat átadja a Dancs László polgármester.